Az elmúlt évekhez hasonlóan ez évben is szeptember végén került megrendezésre, immár 8. alkalommal a Berettyó Újfalui Szakképzési Centrum, Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolában a rendészeti nap. Ebből az alkalomból köszöntötte a meghívott vendégeket, pedagógusokat, diákokat Ferencik György igazgató. A rend a legfontosabb közösségi érték, ami meghatározza a mindennapjainkat. Ma hazánkban rend és biztonság van, amelynek megteremtésében a rendőrség, a katasztrófavédelem, a tűzoltók és a honvédség szakemberei meghatározó szerepet játszanak. A mai napon egy pillanat erejéig betekinthetünk a karhatalmi szervek munkájába, hogy jobban tudjuk értékelni és megbecsülni tevékenységüket. Meggyőződésem, kedves fiatalok, hogy köztetek nagyon sokan vannak, akik azzal a gondolattal kacérkodnak, hogy egyszer majd valamelyik karhatalmi szerv soraiban szeretnétek szolgálatot teljesíteni. Kívánom, hogy a mai nap erősítsen meg benneteket elhatározásotokban, illetve bízom abban is, hogy ezek az új élmények mindenkiben tiszteletet ébresztenek vendégeink hősies munkája iránt. Ferencik György riporterünknek elmondta, a rendezvény már hagyomány az iskola életében, ezzel a leendő középiskolások pályaválasztását kívánják elősegíteni. Minden középiskolának az életében talán az egyik legfontosabb dolog a következő évi beiskolázás. Ez nem csak annyiból áll, hogy bemutatjuk a iskolánknak a teljes képzési kínálatát, hanem mindenképpen segíteni szeretnénk a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, azzal, hogy megismertessük velük a különböző képzéseket, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mik azok a szakmák, azok a képzések, amik közül választani tudnak. Ezért úgy gondoltuk, hogy hál' Istennek nem mondom azt, hogy túl vagyunk a vírus helyzeten, de most talán egy picit lazább a dolog, tehát tudunk az iskolában kontaktban oktatni. Nagyon nyitottak az általános iskolából érkező 8. diákok is, tehát szeretnének ilyen rendezvényeken részt venni. Ezért így ezt rögtön a tanév elején meg is szerveztük ezt a rendezvényünket. Itt nem csak a rendészeti képzéseinkkel ismerkednek meg a fiatalok, hanem tájékoztatjuk őket arról is, hogy mit jelent egy gimnáziumi képzés, egy technikumi képzés, vagy egy szakiskolai képzés, amire jelentkezhetnek, hol milyen képzettséget szerezhetnek, és ezeknek milyen hasznát vehetik majd későbbiek során az életükben. Erről kaptak tájékoztatást, az aulában volt fogadás a 8. diákoknak, ahol nagyon szép számban jelentek meg a helyi általános iskolákból, majd pedig itt az udvaron volt magának a pályaválasztási rendészeti napunknak a megnyitója, ahol számos érdekes dologgal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Sok helyről érkeztek hozzánk, erről majd a szervező fog beszélni. Nagyon érdeklődőek voltak a képzési típusok iránt, ezzel kapcsolatban kaptam kérdéseket is, ugyanis nem teljesen tiszta az a dolog, hogy az egyik képzések mit jelentenek. Ugye kínáljuk a gimnáziumi képzésünket, ahol választhatnak 4 képzési közül, általános gimnáziumi képzés, belügyi rendészeti képzés, emelt óraszámú matematika, illetve emelt óraszámú angol képzésünk is van. El lett nekik magyarázva az, hogy a gimnáziumi képzés az azoknak a fiataloknak való, akik későbbiek tanulmányaik az érettség után továbbtanulási szándékuk van főiskolákon, illetve egyetemeken. Itt érettségit kaphatnak a gyerekek. Ugye a technikusi képzésünk az 5 éves képzés, és fontos megemlíteni azt, hogy a tanulók itt már a képzés kezdetén, 9. évfolyamon ösztöndíjat fognak kapni, tehát ezzel is segítve őket a tanulás, illetve a családjaikat is, mert ez az ösztöndíj, ez segítséget jelent a családoknak.
kicsit összetett ez a képzés, mert 9.-10. évfolyamon ágazati képzés jelent, majd itt kezdődik az, hogy a tanulók duális képzőhelyen vállalnak majd munkát, és itt jelentősen magasabb, úgymond fizetést fognak majd kapni, ezzel segítve a tanulmányaikat. Ez ugye a 12. évfolyam végén jelent érettségi vizsgát. Van még a szakiskolai képzésünk, a szakképzőiskolai képzésünk, ami 3 éves képzést jelent, és a 3. év végén szakmai vizsgával zárul. Ugye itt a szakma megszerzése után már egyből akár munkahelyen is el tudnak helyezkedni a fiatalok, és fizetéshez jutnak. De a tanulmányaik itt még ezzel nem záródnak le, tehát lehetőségük van még tanulni. A 3 év után 2 év alatt érettségit szerezhetnek, úgyhogy mellette dolgoznak, munkát vállalhatnak, és az iskolába ez általában heti 3 napot jelent délután, a munkaidőt nem érinti, próbáljuk úgy szervezni, itt tovább tanulhatnak, az érettségit megszerezhetik, tehát aki szakmára jelentkezik a szakképzőiskolába, ő sincs elzárva az érettségitől, 5 év alatt ők is az érettségit megszerezhetik. Először is ezt tettük tisztába, hogy ezek a képzések, ez a 3 főképzés, ez melyik, mit jelent, ez nagyon-nagyon fontos volt a számukra, úgy érzem, érdeklődéssel figyelték. Az udvaron az érdeklődő diákokat különféle programokkal várták a rendészeti szerv dolgozói, ahol lehetőségük volt megismerni munkájukat, munkaeszközüket. Ez hogy csak a szúrót, semmi más nem, csak a szúrót, mehet szúrót. Kapsz 6 méter előtt, ha utolérlek, annyi. Akkor nagyon lesz fejét. Adj rá a kötelemet. Gyerünk, Peti, felmászó. Ez az, még 1,5 méteren vagy, ez az? Gyerünk, Peti! Gyerünk! Figyelj csak! Ott könnyítsél magadnak az ágaknál! Lábbal kitaposod és tolod fel, húzod fel magad karból! Gyerünk, talpal! Ez az, dara, gyerünk, pak! Mi? Menet közben is lehet látni a keringés jeleit, hogy most jó a keringése, vagy nem. Miből lehet ezt látni? Hogy mozog? Nem. A bőre színe. Mert akinek nincs keringése, az olyan szürke, mint a te pólód. Körülbelül. A szája széle lila, és igazából, amikor elkezded és látod azt, hogy kezd pirosodni, piros posgássá válik az arca, és a szája széle is kezd normális szint ölteni, akkor jó úton haladsz. Tehát gyakorlatilag ezek a keringés jelei. Tehát meddig kell az újraélesztést végezni? Még nem érkezik a segítség. Ez a második, nagyon jó. Itt a kisrác mondta piros melegítő fölsőbe, hogy amíg vissza nem tér a légzése, még nem érkezik segítség. Ez alatt a segítség alatt mit értesz? Akár egy másik felnőttet, aki át tudja venni az újraélesztés a rendőrséget. Király, nagyon jó. A püspökladányi rendőrkapitányság mind a 8 évben képviseltette magát a rendészeti napon, mondta el Mészáros Tamás, rendőrfőhadnagy. 8 éve részt veszünk a gimnáziumnak ezen a rendészeti napján. Tényleg nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minden alkalommal részt vegyünk ezen a rendezvényen, ha más nem azért is, hogy a gyerekeknek a figyelmét fölhívjuk a közlekedési szabályoknak a fontosságára, ezeknek a tudására. Pontosan ezt szeretnénk most itt nekik feladatok formájában egy kicsit érdekesebbé tenni. Tehát itt egy közlekedési kerékpáros pályán tudnak részt venni, ahol föl tudják mérni az ügyességüket, illetve ott az osztályból egy kresztotót töltenek ki. Kifejezetten kerékpárosok, illetve gyalogos forgalom, gyalogos közlekedési szabályoknak az ismeretére foglalkozik ez a kresztotó. Minden alkalommal, minden évben nagyon fontosnak tartottuk, hogy részt vegyünk ezen a rendezvényen, ahol a gyerekek megismerhetik a rendőrségi felszereléseket, rendőrségi járműveket, tehát most is itt rendőrmotor, rendőr szolgálati gépkocsival vagyunk jelen, kipróbálhatják és megnézhetik őket.
Kis Szilvia tanárnő, a rendezvény szervezője televíziónak elmondta, már rutinszerű egyeztetési munkálatok előzték meg a rendezvényt, melynek keretében igyekeztek tartalmas és látványos programokat biztosítani a diákok számára. Nagyon örülök, hogy egyáltalán összejött, mert azért 2 évvel ezelőtt volt az utolsó, itt a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy ezt megszervezzük, és mikor mi jöttünk az legelőször most az iskolába augusztus végén, az értekezlet után én megkérdeztem igazgató úrat, hogy akkor mehet-e ez a rendezvény. Ő erre azt mondta, hogy igen, úgyhogy onnantól kezdve elkezdődött ez, úgyhogy ez most ilyen, nagyon sok jel, tehát, hogy jellege van szerintem. Egyrészt most 2 év után ilyen közösségformáló, akkor megismerik a gyerekek a rendőrök, katonák, tűzoltók munkáját. De most legfontosabbnak azt tartom, hogy közösségformáló, hogy be voltunk zárva, és úgy gondoltam, hogy most érezze magát mindenki jól, igyekeztem olyan programokat kérni tűzoltóktól, katonáktól, ami úgy megmozgatja a gyerekeket és a kollégákat is. Körülbelül 3 hét alatt kellett ezt összehozni, tehát rendőrségen kapitány úrral, meg Mészáros Tamás iskolarendőrünkkel egyeztettem, a tűzoltóságon tűzoltóparancsnok úrral, illetve a katonassághoz viszont be kellett mennem Debrecenbe, mert ott történtek változások, úgyhogy ott máshová kellett most a felkérő leveleket megírnom, és emiatt én bementem egyeztetni, de egyébként mivel visszatérő vendégeink így tudják, hogy zajlik ez az egész, tehát igazából mikor ők ide megérkeznek, már mindenki tudja, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy itt gördülékenyen mennek a dolgok. A tanárnő továbbá elmondta, az előző évek tapasztalatai azt mutatják, nagy népszerűségnek örvend a rendezvény, mind a diákok, mind pedig a pedagógusok körében. Az előző évek tapasztalatai alapján nagyon, nagyon szeretik. A mostaniról, mivel ilyen menetlevelet kaptak a gyerekek, a végén lesz egy olyan része, hogy meg kell fogalmazni a mai nappal kapcsolatos élményeit, úgyhogy én bízom benne, hogy pozitív élmények lesznek, de erről igazán utána tudnék bővebben mondani, de az előző évek tapasztalatai ezt mutatják, hogy tetszik a gyerekeknek, sőt, még a kollégáknak is. Délután 1:30 körül a kickboxosok, valamint a nyomozókutyások által látványos bemutatót is megtekinthettek a diákok. Látható helyen fog a kollega egy tárgyat elrejteni a fűbe, de ezt, hogyha elképzeljük egy nagyobb területen, amikor akár egy fegyvert, akár egy kést, akár egy kulcsot, bármit kell feltalálni, az bizony csatállásban sokkal több rendőrnek a munkáját, időjét igénybe venné, míg a kutya, tulajdonképpen a kutya vezetőjével akár egy 5-6 fős csoportnak a munkáját is ki tudja váltani, és akár időbe, akár energiába le tudja ezt csökkenteni az igénybevételt. Ő most tulajdonképpen az adott környezetből kirívó szagot fogja megkeresni nekünk, tehát igaz, hogy most a kutya vezető rejtett el egy fémdarabot, amiről el lehet mondani, hogy nagyon nehéz a kutya számára, hiszen a fém az nem tartja annyira a szagot, de hogyha bárki közületek kíváncsi arra, hogy az ő általa elrejtett tárgyat is megtalálja a kutya, akkor szívesen megmutatjuk azt is. Elmondható, hogy egy igazán tartalmas délelőttön vehettek részt a diákok ezen a napon, mely egyfajta segítségnyújtás, esetleg iránymutatás is volt számukra a pályaválasztással kapcsolatban.